Hadházi Ákos kitett egy videót a csatornájára, amelyben német Sándor a híd gyülekezete és az ATV vezető lelkésze arról beszél, hogy a tiltakozó diákokat nem lázadozni kell megtanítani, hanem arra, hogy tiszteljék a tekintét és a náluk fontosabb és értékesebb embereket. Van érdeksérelmük, azt én nem vitatom, de hogy belearántották a tínézser gyerekeket ebbe a dologba, ezért ez egy nagyon sötét dolog, mert a, a, a tizennégy nem lázadásra kell először megtanítani, hanem először tanuljanak. De meg kell tanulni a tekintélyhez való helyes viszonyulást. Német Sándor csak tudja, hogy mi a helyes viszonyulás a tekintélyhez. Igazodni és alkalmazkodni kell. Rá kell érezni, hogy mit akar a tekintély hallani, és azt kell mondani. Német Sándor szája, Hont András például nagyon helyesen mindig úgy fogalmaz, hogy az a tekintélynek tetszen. És ha így teszünk, akkor a tekintély szeretni fog minket. Nem úgy kell viselkedni, mint a lázadozó diákok, hanem úgy, mint Német Sándor vagy mondjuk Csepregi Éva. Hát az Éva azt tiszteli a tekintét, régen is tisztelte. Mindig nyitott talált a, a tekintéhez, nyitott szívvel, lélekkel és szájjal. Magunkba kell fogadni a tekintét, engednünk kell, hogy a tekintély belénk hatoljon, egyé kell válnunk a tekintéllyel. És akkor nekünk is lesz tekintélyünk. Befogadás egyesülés nélkül nem lehet eljutni a csúcsra. 15-16 éves korban már már azt tanulja meg, hogy hogy kell belemászni nálánál fontosabb, értékesebb embereknek a, a emberi méltóságába, és hogy kell szél taposni azt a frágás kifejezésekkel, akkor nagy baj van. Tudni kell, hogy kik a nálunk fontosabb, értékesebb emberek. Azok a fontosabb emberek, akiknek a hatalom nagyon fontos, és azok az értékesebb emberek, akiknek értékesebb az órájuk, meg az autójuk, meg a jachtjuk, meg az Andreájuk. Ezek azok az értékek, amelyekhez nekünk, kevésbé fontos és kevésbé értékes embereknek helyesen kell viszonyulni. A diákoknak meg kell tanulniuk, hogy ők nem fontosak és nem értékesek. Ahogy meg kell ezt tanulniuk a tanáraiknak is. Akiknek már a fizetésükből is le kéne tudni vezetni, hogy mennyire nem fontosak. Hogyha már ők sincsenek tisztában azzal, hogy mennyire nem fontosak és nem értékesek, akkor mégis hogy fogják ezt megtanítani a fiatal generációknak? Nem olyan bonyolult ez. Tessék megnézni, hogy mennyit keres például a belügyminiszter. Na ő pont annyira fontos és értékes. Tessék, hát tisztelni tínézsereket, sőt, még kis gyerekeket is kivisznek erre, és belevonnak ebbe. Veszélyes, mert hát tudjuk nagyon jó, te is voltál gyerek, én is. Hát a, a nem lázadásra tanítottak bennünket még akkoriban, hanem engedelmességgel kellett megtanul, tarta, megtanítani. Hát akkor még nem volt pszichológusok, stb. Ment a fizikai erő is, mert ugye az ember sokszor elment, én elmentem a falig, sőt, adnám túl is, és akkor ugye megkerestek, visszavontak, a fanok nélkül ez nem ment. Egy-két emlékezet és verés, és annak a fájdalmai eh, maradandó, nem lettem lelkis tőle, nem is értem ezeket, akiket mo most beszélnek erről, hogy mi ez. A pofonok tanítják meg az embernek azt, hogy hogyan kell tisztelni a tekintét. Német Sándor az élő példa arra, hogy ez működik. Amikor az általa támogatott baloldal megbukott, az egy elég nagy pofon volt német Sándornak. De Sanyi tanult a pofonból. Megtanulta belőle, hogy ki az új tekintély és hogyan kell tisztelni. És lásd csodát, német Sándor meg az ő média birodalma is kiválóan működik, hatott a pofon mivel ő is meg a médiája is tiszteli a tekintét. A tekintély nem csak békén hagyja őt és még a médiáját is, hanem még támogatást is kapnak. És ehhez semmi másra nincs szükség, csak tiszteletre és engedelmességre. Nem pimaszkodni kell, meg utcára menni, meg csúnyán beszélni, hanem le kell szépen térdelni a tekintély elé nyitott szájjal, és várni, hogy a tekintély belénk helyezze a legtekintélyesebb részét. És akkor a tekintély szépen elönt minket, átjár. Lecsorog a torkunkon, és a részünké válik. Így lehet eljutni a menyországba. Főleg egy olyan országban, ahol az Isten maga a legfőbb tekintély személy, az Atya, aki mindent és mindenkit irányít, aki minden vagyon fölött rendelkezik, ő az, aki megvált minket és elismer egyházként. Nincs más dolgunk itt a Földön, mint tisztelni az Urat és szolgálni őt, és aki nem ezt teszi, az egyértelműen a gonoszt és soros szolgálja. Ezért a tanárok jobban tennék, ha végre azt csinálnák, ami a munkájuk. Tanítanának, a diákok meg szépen menjenek haza tanulni. Vagy ha már mindenképpen ki akarnak menni az utcára, akkor legalább írják át a transzparenseiket. Azok helyett például, hogy ki fog holnap tanítani, szabad oktatás, nincs tanár, nincs jövő, szabad ország, szabad oktatás, fizessétek ki a tanárainkat, elüldöztétek a kedvenc tanáromat, meg ilyen hülyeségek helyett inkább azt tessék odaírni, hogy ki fog holnap Erzsébet utalványt adni. Szabad rablást, nincs lőlő, nincs jövő. Szabad élet, szabad madár, szabad tódgavi. illetve fizessétek ki a focistáinkat. Na, ezek a szövegek már tisztelik a tekintét. A híd gyülekezete régen az SZDSZ-nek gyűjtött kopogtató cédulákat, mert akkor az SZDSZ volt a tekintély. Mindig ott kell kopogtatni, meg cédulázni, ahol a tekintélyt érezzük. Itt van az ebel hontolva, és konokú ragaszkodunk el mindig ahhoz, hogy tiszteljük a tekintét. Úgy kell ragaszkodnunk ehhez, mint a lampé mágnes. Ha tekintélytiszteletről van szó, nem szabad akkor vonakodni. Akkor se, ha a műsorvezetői pályánk német Sándor birodalmában kárász életű. Az EU hűíti a kormányt, a kormány meg az eu és a tanárokat is. Mindenki ígérget össze-vissza. Az EU azt ígéri, hogy lesz pénz, ha lesz jogállam Magyarországon, a kormány azt ígéri, hogy lesz jogállam és lesz béremelés a tanároknak. Ha azonban abból indulunk ki, ami eddig történt, akkor kijelenthetjük, hogy nagyjából most se történt semmi se. Pénz ugyanis nem jött. Egyelőre ígéretek vannak. Az van bőven. Az Unió lehet, hogy majd ad pénzt, de lehet, hogy nem annyit, amennyit Orbán szeretne. A tanárok lehet, hogy majd kapnak béremelést, de lehet, hogy nem pontosan annyit, amennyit szeretnének. Az EU és a magyarok pedig majd lehet, hogy kapnak egy kis jogállamiságot, persze, hát ö, lehet, hogy nem annyit, amennyivel elégedettek lennének. És ez a játszma egyetlen egy dologra alkalmas. Mindenki elmondhatja, hogy győztünk, és kimondhatja ezt el a legtöbb helyen és a leghangosabban, hogy győztünk, hát. Persze, hogy Orbán Viktor meg a megafonosok. Ami történik, abszolút illeszkedik a korhoz. A Covid, a háború, a gazdasági válság okozta bizonytalanság idején, itt egy újabb bizonytalanság. Lesz-e pénz? Aha, talán. Lesz jogállam? Talán. Lesz bérevelés? Talán. Rájön egyszer az összes talán, hogy a kormány csak szórakozik velük? Talán. a magyar kormány annyira komolyan veszi a pedagógusokat, hogy meghívta őket konzultálni, és pontosan úgy konzultál velük, ahogy a magyar néppel szokott. A hatalom beszél, a nép meg hallgat és elfogadja, amit a kormány kikonzultál magának magával. Hát pontosan ez történt a pedagógusok és a kormány konzultációján. A belügyminisztérium iskolaigazgatókat és tanárokat hívott el egyeztetni a közszolgálati egyetemre, de a felszólás lehetőségét sajnos nem tudta biztosítani nekik. Arra, hogy mely igazgatók és tanárok vehetnek részt az eligazításon, természetesen a tankerületi vezetők tehettek javaslatot. Szeret ez a kormány egyeztetni, de csak úgy, ahogy az neki megfelel. Ez olyan demokrácia, ahol a parlamentbe is csak olyan szövegek hangozhatnak el, amik kövél Lászlónak megfelelnek. Aki meg átlépi a határt, azt bekussoltatják a tanároknak szabad konzultálni, de csak úgy, hogyha ők meg se szólalhatnak. Ez is fontos része annak a filozófiának, amit német Sándor képvisel. Így tanulhatják meg a pedagógusok tisztelni a tekintét és a náluknál fontosabb és értékesebb embereket. Tessék tisztelettel hallgatni! Miféle tisztelet lenne az, ha folyton közbedumálhatnának? A tanárok és a diákok véleménye amúgy sem nagyon számít, hiszen ők nem fontos és nem értékes emberek. Ugyanígy fontos látni a különbséget a médián belül is. Az újságok, portálok között is vannak fontosabbak és értékesebbek, meg kevésbé fontosak, kevésbé értékesek is. A Terex például nem elég fontos. Hogy jön ki a papa templomból, mintha mi se történt volna? És hogy jön ki a templomból Orbán Viktor? Hát így. Megedem, milyen kérdést? Nem. Matolcsi György azt mondta, de, de, de. hogy jelentős hitelfelvételt tervez a kormány jövőre. Ember, most jövök ki a templomból. Ember, nem látod, hogy éppen átjár a Szent Lélek? Azért röhögök. Szihetetlen, jövök ki a templomból, imádkozom az EU-s pénzekért, ez meg idejön a sorosista kérdéseivel zaklatni. Távoz tőlem fake news én is mondhatnám, hogy távoz tőlem negatívakat kommentelő Fideszes troll, de hát nem mondom, mert mint tudjuk, a trollok segítik leginkább az algoritmust. Ők azok, akik mindig mindenre reagálnak, minden videót megnéznek, szóval jöjjetek csak bátran. Aki még nem iratkozott fel a csatornára, miért ne tenné meg ezt most? Miért ne nyomnád meg a lájkot, meg a kis csengőt, és miért ne néznéd meg azt a videómat, amiből kiderül, hogy német Sándor mészáros lőlin szomszédja lett? Ez a videó itt van alattam, úgyhogy kat ide!